Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matavar vagyok, és ez itt a Let's Play Silent Storm következő része! A legutóbb, hogyha emlékeztek, rajtaütöttünk Helmut Koch ezredesen? Azt hiszem ezredes volt. Amiről válaszul rajtunk ütött, de mi ezért rajtaütöttünk. Megpróbált elmenekülni egy repülőgéppel, ami egyértelműen egy tripflügler volt, és kicsit sem kevertem össze egy Volkswagenrel, aminek két szárnya van. Ne legyen nevetséges. De elkaptuk, és ha jól emlékszem, pontosabban kiütöttük azt a nevérzet, de valahogy életben maradt és kivallattuk kétszer is. Nos, megcsináltam az inventoryt, kivételesen szembe volt. Hanzalének adtam pár gránátot, bár gránátjányban szenvedünk, megjegyzem. Valamint pár tárat. Tökinek adtam egy gránátot, lesz itt van még egy. Axelnek visszaadtuk a fegyverzét, mert ugye a múltkor elesett, de semmi gond, nálunk volt. Gorinak meghagytam ezt az RPD-t, mert igazából kell neki egy géppuska, már mindenki az a rohangászik úgyis meg. Ő úgyis általában hátul marad, és géppisztolyjal hátulról nem igazán lehet segítséget nyújtani. Eaglenek adtam egy hangtompítós távcsáves puskát, ami jóval gyengébbet lő, mint az előző karabélya, de hangtompítós, tehát üti. Valamint visszaadtam az elefánt lövő puskáját. Lesz itt egy gránát. Reginek pedig adtam még pár tárat. Meg, lesz itt van pár gránát. Kb. Ennyi történt, semmi új érdekeset nem kaptunk. Van pár új géppisztolyunk, de senki nem használ géppisztolyt. Egyedül Hans, de neki úgyis van egy gép karabélya, ami jobb. Hát mert ugye töki meg Eagle, de neki meg hangtompítós kell. Nos, induljunk is valamiféle küldetésre. Tudom menni Brandenburgba, itt mi van? Itt már voltam. Hannover. Itt is voltam. Észak-Anglia. Van egy kis angol város, és van a szervezet raktára. Egy erdőben elrejtett. Oly, bomba bunker. Ez valószínűleg föld alatti pályára, szóval nem igazán tudok gránátozni. Itt a világháborúban építettek az elsőben. Gyorsan elhagyták. Felújították. Oké, tehát itt van egy bomba bunkerünk, ami itt felújítottak és valószínűleg raktárat csináltak belőle a neve alapján. Van egy angol katonai raktár. Oké. Dél-Angliában van egy... Hoppá! Itt küldik a Németországba szállítandó dokumentumokat, ide megyünk. Ez eléggé létfontosságúnak hangzik, és ezt... És ez olyasmi, amit szerintem gyorsan meg kell csinálnunk. Úgyhogy... Lássunk neki. Kezdetnek. Mindenki fut és bujkál. I am humbled by my achievements. Bujjál. Bujjál, fuss. Bujjál, fuss. Bujjál, fuss. Töki bujjál. No. Ez egy erdő. Ez egy eléggé kis pálya, tehát most elkezdem a harcot, de hogyha jól emlékszem, a szövetséges hadjáratnak ez az első pályája. Ez érdekes. Oké, tehát meg kell találnom a dokumentumokat a szövetséges hadműveletekről. Yes, Captain. Nope. I have noticed adversary with an aura of weakness. Hogy nem láttuk ez a földre? Oké. Reggie, pisztolyt elő. Lépj ki a tömegből. Nem először, Eagle. De gyere ide, guggolj le. És majd tudsz támogatást nyújtani, úgyhogy az ellenség nem lát. Hanza néni. Előre futsz és támogatod tökit. Mondjuk egy sorozattal arra a bokorra. Oké. Okay. Nem, marad. Steam! Na szóval, Hanza néni marad. Nézz arra. Gary. Gyere ide. Helyben hogy? Te mondod. Lőj oda. Erre nem mondok semmit. Axel, gyere ide. Ja, Herr. Ami azt jelenti, gyere ide. Guggolj és várj egy interruptra. Eagle, te vársz egy interruptra, maradsz. Reggie. Egy nagyon pontos találatot. Fuss előre egy kicsit. As you order. Egy nagyon pont... Hogy a büdös életbe kellene ezzel kinyírni egy tankot, amikor bele kell mászni az ember herébe az, hogy lőj vele egyet? Még hogy felsőbbrendű technológia. Maradj ott. Oké. Lássuk, hogy meghol a töké.
Jó kezdet lenne. Oké, Hanzon egyre lőnek inkább. Ez még jobb kezdet lenne. I am not hidden. I am not safe. Te meg honnan jöttél? I am hit. It is not urgent. Ugye te fél úton át fogsz menni nekem Diomedes kapitányba. I have hoppálj ellen. With an aura of weakness. Ez egy nagyon bátor húzás volt. Na szóval először is, Gary. Ott van egy szerencsétlen, akit föl kéne lőni a dombra. Good target. Úgy. Better to die than suffer. Oké, ezek britnek hangzanak. Furcsa accentus és a drámaiság elárulja őket. Na, mi gurul eddig? Eagle. Kérnénk szépen egy fejlövést arra az ipsére ott. Boom. Inkább puk. De mondjuk, hogy boom. Hans. Remek. Most pedig egy teljes rozadót arra a bokorra, hát ha eltalálsz valakit. Oké, kidisztítottuk a bokrot. Axel. Ezt nem tudom, hogy csináltad. Oké. Reggie-t el tudod találni, te valószínűleg el tudod találni. Be tudsz ülni egy páncerfókuszot innen a bokorba? Nem, és ez egy páncerság. Köszi, hogy szóltál. Oké. Töki. Gránátot elő. Ugyanis ezek a bokrok megsemmisíthetőek. Na, Reggie megvan az egyik célpontod. Csömmere, ez nem kell keresztül ülni Hansa nénin. Oké, és még maradt maga Töki. A Tokenator. Próbáld megölni. Sikerült, ezt nem vártam volna. Kivételesen egyetértek veled. Na lássuk, hányan maradtak. Ouch. Oké, ugye elnézem, hogy inkább arról jönnek már. Nem ki tudja, lehet, hogy még jönnek erre is, mert ugye az emi nem logikai sorrendben megy, hanem... Hoppá, ott vannak a dokumentumaink! Engage! Eljegyzés! Megölt itt tölgyfát. It will be easy. It is soldat's first war. Tetszik, hogy ezt innen meg tudod mondani. Oké, hogy elnézem, ezek a rohadékok ugrálnék ki a fákból, mint a tündérek. Hoppá, még egy rohadék. Szerencsére elég a fában van a feje ahhoz, hogy ne vegye minket észre. Na, lássuk. Axel, kivégezni. Jó. Eagle először is nyírt ki a szerencsétlent, aki rálőtt Hanzára. Megteszi. Jó kezdet. Töki. They will kill every one of us. Úgy van. Hanza, tölts újra. Reggie. Drága egyetlen Reggie-m, kérlek, nyírt ki az a szerencsétlen, mert az ott veszélyes. Ahogy kettő is van. Easy. It is soldat's first war. Hanza, földre. Na jó, nem annyira. This enemy is not worth my training. Oh, ez jó volt. Oké, tehát azt szerencsétlen kinyírtuk. Pisztolyt elő és tűz oda. Te ezt nem mondom, hogy eltalálod, de tűz oda. When you work hard, you get the better. Oké, Garyval igazából meg akartam szerelni Hansot, de... Máshol van szükség a tehetségére. 7 HP-re meg. Nem hiszem, ez már nem fog tudni csinálni túl sok mindent ellenünk. It will be easy. It is soldat's first war. Oké, onnan géppisztolyokkal esélyük sincs, azt hiszem 200%-uk van találni nekik is. Ez a két szerencsétlen veszélyes. Főleg hány gránát van rajtuk, azt a rohadt. Egyébként nem nekem kellett volna rajtuk ütnem? Véletlenül? Ó, hogy a... It is a minor violation. Szólhatatok volna, hogy a bakacsinyárdőbe jövök. Komolyan bakacsinyárdőnek hívtam a Mörkwoodot. Isten. Kezdek megfertőződni. Na jó,
Göki néz arra. I have noticed adversary with an aura of weakness. Igen, Göki néz arra. Oké. Felpattansz. I have noticed adversary with an aura of weakness. Pár lépést előre. Még egy párat. Yes, Captain. Oda egy gránátot a fa mögé. One less obstacle on the path to victory. Szép. Rövid sorozatot az ípsére, mert szerintem belehal. I am humbled by my achievements. Tévedtem, és ez nem jó. Gary, rajta a világszeme. Szép. Better to die than suffer. Tök jól tudsz nézni arra? Jaj, csak nem látok, itt kéne. Szerencsétlen pedig ott ki kéne nyírnunk. Jó. Hanza. Őt kiasztott. When you work hard, you get the better. Ezek a Rodrigo mondjuk nem mozogtat, de lehet, hogy nem akkora veszély, nem voltak olyan veszélyesek, mint kellett volna lenniük, de jó biztosra menni. Na gyerünk már, kidőlt a fa. Mi tart eddig? Oké. Nézzünk el erre. Order confirmed. Rövid sorozatot oda. Mondom, rövid. Ja, hogy megint meglátod azt, akit már az előbb is láttál, ezért megálltál. Oké. Zseniális. Accelerátorot találni. They will kill every one of us. Tehát el tudod találni egyszer. Oké, Hanza, tűz oda. Megölni a fát. Nem jött össze. Rövid sorozat. Egy golyó. Oké. Eagle. Ezt a szerencsétlent ott hátul. És Reggie. Öld meg a fát. Ez nem jött össze. Még a fa is túlélte. Hogy került az a sok gránát? Ezt tartott eddig, legrúz összes gránát a dombon. Hoho, van nekünk itt gránátunk, nincs itt hiány. A töki körül még két ember él, aki veszélyes lehet. Kettő? Az előbb még csak egy volt? Mindegy. Oké, hogy elnézem, Hanzra így leszarja, hogy majdnem kilőtték. Kétszer is. Ja, és ez az ípsi itt hülye. Most már nem látjuk egy bokortól. Na jó, töki pattanj! I have noticed adversary with an aura of weakness. Töki, tölts újra. Kivégezni. Remek? I am guided by the great emperor Hirohito. The Emperor. Nos, mit tegyünk-e fel a szerencsétlen felől? Reggie is rozódott oda hátulra, hát ha többen vannak. Rájuk ijesztünk. I have seen enough to know much is possible. Ryan's is egyedül vannak, de már itt egyedül volt. Oké. Okay. Gary, fordulj el erre. Pattanj. Oké, okay, te sem látod. Vegyél elő egy kis kötszert. Fuss ide Hanzához. Persze, hogy valaki interruptot kap rád. Katono! I am confident of my victory. Katono, akkor az más. Axel! Szép. 96 damage? Egy ilyen elég lett volna. Na, elég. Gary, ide. Gugolj le. És kezd el kötözni Hans seggét. Akarom mondani sebét. Ó, oh, látjuk az utolsó ellenséget. Hans! Itt az idő Hanzogásodra. Have to reload. Hát egyszer eltaláltuk. Ezt szívség, de hát egyébként jobb lenne Eagle Elephant ő puskájával elintézni. Elő is vesszük. Ja, hogy ez nincs töltve. Francba. Na mindegy, pazulj úgy is bele, mert ez jó tesz neki ilyenkor, tudjuk. Oké. Okay. Ahogy elnézem, két ellenség maradt, ez a fickó meg a csicskája, három. Róla is felkezdtem ott a bokor mögött bujkálva. Nagyon jól elbújt. I will do best. No.
Takitakkárzán, pattanj! I have noticed adversary with an aura of weakness. Előre egészen eddig. I have noticed adversary with an aura of weakness. Stay tough! Your country depends on you! Rá már nem számít senki. Üljünk oda! Üljük meg a fát az ipse mellett. Now I can serve the fatherland even better. Golyók nélkül? Mindig is mondom, hogy töketlen. Oké, okay, gyanizem, Regi se a tisztet, se a fát nem találta el, ami... Alapból hatalmas teljesítmény lenne, de most nem örülök neki kivételesen. Hans! I have noticed adversary with an aura of weakness. Hogy lehet teljes rosszatot hátsó ipsére? Ez nem egészen jött össze, úgy ahogy akartam. Eagle... Nem mesterlövés, ez nem egy távcsőes puska, francba. Na jó, akkor tölts újra ezzel. És várj egy kört a másikkal. Ami azt illeti... Gyere fel ide adomra. Pokrok? Elfejtettem, hogy itt van még egy gonosz bokor, na mindegy. It is a minor violation. Úgyhogy még tök leszarja ezeket a minor violation-öket. Na. 83% hogy eltaláljuk az ipsét. Mennyi damage-e ez a fegyver? 10-13, aha. Hát egy kicsit még gyengíts meg, légy szíves a célpontot. Ez nem jött össze. Töki! I am humbled by my achievements. Tölts újra. Axel, azzal a krabéjjal. Gari már nem kötöz, oké, okay, Gari krabéjt elő. Remek! Regi, tölts újra a francba. Oké, okay, Eagle, egy lövést. Siker! Bloody bastard! Got lucky! Úristen, hogy kitörjük a nyakád, akkor nagyon sokra megyünk az, hogy beöltünk seggébe egy ilyen nyugtató lövedéket. Oké, okay, Hans, tölts újra. És kérlek, próbáld meg nem eltalálni a földön fekvő tisztet. When you work hard, you get the better. Közel volt. Töki leszarja, hogy rálősz. Na! Égült, hogy gyere fel ide! 6 millió évvel először előveszik a gép visszajod. Vikonam. Volt itt még egy vikunya. Nem volt itt még egy ipse? Ezek szerint nem, azt is kinyírtuk, oké. Okay. Akkor elő a puskát, tűz. Pokrok. Fák. Axel, eltalad innen? Talán. A rohadt életben mit mondtam a tisztről? Na mindegy, reméljük, hogy él. Gari! Gább levágta azt a rohadt glitchelő lombot. Hans! Nem szívesen mondom ezt, de Regi! Bravo! Die, then suffer. Ez volt az utolsó ellenség. Oké. Okay. Harc vége. I have a mild wound. Gari, kötözd még egy kicsit Hanzani, mert másleg vérzik. Oké. Okay. Mi ez? Németek mészárolják és rabolják el a tudósokat. Növelni kell a biztonságot. Philip Compton létfontosságú. Rakétatudós. Oké, okay, tehát a briteket is támadják, nem csak minket. Vagy 43-at írunk, szóval esélytelen, hogy mi rabolnánk el a tudósaikat. Tehát valószínűleg ugyanaz a szervezet célhozza őket, mint amelyik minket. Regi, szedd össze a gránátokat. Ja, mielőtt elfejtem, mindenki újra tölt mindent, mielőtt megint belefutunk egy ilyen nincs Eagle puskája újra töltve szituációba. I have a mild wound. Gary, amikor újra töltött az RPD-et, visszamész és kötözött Hanza nénit.
Na, Reggie, összeadjuk fel a gránátokat. Amikor ez megvan, körülnézzük, hogy van-e valami, amit kéne nekünk. I am good medic. You will be fine. Ilyen fieldek ezek nem kellenek, van elég karabélyünk, ott egy rakás gránát. Hanza! Ezért hagytuk rövesen az inventoryd. Now I can serve the fatherland even better. Jó. Stanek, nem kellenek, alig azt nem gépészhagyd, és akkor is. It was only a question of time. Kinyitottad, itt viszont van pár gránát, ami lehetséges, hogy kellene. Azok kellenek ott a leginkább, ohohoho, kedvenceink. Ezek a kis cukik. Ezek baromi jó repesz gránátok. És nem küldik levegőbe teljesen az épületeket, ellentétbe Reggie pöttömjeivel. Na. Ennyi felszerelés elég is lesz, ez egy kicsit rövidre sikerült, ezt lehet, hogy összevágom a következő küldetéssel. Majd elfelejtettem díjak, töki. Ennyi, oké. Azért menjünk vissza a fürdiszállásra, le kell pakolni a gránátokat, aztán lehet, hogy megyünk ebbe a laborba, meglátjuk. Oké. Szóval, hogyha mégse vágnám össze valamivel, akkor ez volt én már a Madovarna, ez volt itt a Let's Play Silent Storm következő része, és találkozunk a legközelebb, addig is a viszontlátásra, de szerintem össze fogom vágni valamivel. Hogyha nem, akkor meg majd megy fel holnap a videó. Mármint a másik. Oké, ezért meg sem közelíti a sorozat egy órás standardjét, szóval még bőven mehet. A kínálatok a testvére is elosztottam, vagyis Reggie 10-szer annyit kapott, mint mindenki más. Igazából semmi komolyan nem csináltam, mert nem kaptam semmi új felszerelést, és esetleg tökéletesen nézhetünk egy új macsétét, hogyha akar. 7-től 30, 25-től 40, szóval nem akar. Kérve, hogy ez a bugylibicska valamivel jobb, nope. És shurikeneket nem adok neki, mert tudom, hogy mennyire hasznosak. Úgyhogy... Garigagabb látszatért tartsd, úgy a karabélyt. Na! Miért mentem úgy ki ezen az ajtón, meg tudom nyomni a leaf gombot. Hova menjünk? Menjünk el abba a laborba, vagy nézzük meg, hogy mi van az uralnál. Menjünk el az ismeretlen komplexumba, ez már itt van egy ideje. Ki tudja, lehet, hogy kiürítik. Már régen voltunk úgyis Mother Russia-ban. Azt nem tudom, miért vannak tankcsapdák az uralnál. Komolyan, kit vártak, hogy ide fog jönni a tankjaival? Our deception shall lead to their defeat. Remek, hogy mesterlövé... Oh shit! Azt hiszem ezen a pályán vannak páncerkáinak. Reggie, mennyi lövedéket van ahhoz a páncersekhez? Egy. Ja, egy van benne, oké, már megijedtem. Szép is lenne egy ismétlő páncersek. Van négy lövedékünk, egyszerűen egy páncerkáin ellen elég lesz azért. Eagle. Oké, ki tud elbújni? Egyőre mindenki, és mindenki tud futni is. Természetesen. Mindenki elbújik. Pokrok. Nem, fenyőfa. Annak álcázunk magad. Eagle, gyere előre eddig. Fordulj az ellenségre. Ki tudod lőni? Ki tudod lőni? Azokban a flekekben valószínűleg vannak. Hans? Óvatosan. Töki, nézd meg, hogy hányan őrzik a flekeket. Mert szükségünk lesz rájuk. Reggie? As you order. Addig elévesztem, hogy itt a főemberünk nem szabad, hogy meghaj. Gari előre a sziklafalig. Oké, tehát nem kell annyira óvatoskodnunk, mint Hans, itt még nem látom minket. Axel. Szintén előre a sziklafalig, de teljesen oda. Úgy. Ezt már meg tudjuk mászni esetleg? Meg? Oké. Ez egy kellemes meglepetés. Lehet, hogy Reggie-vel a levegőbe küldjük ezt a komplexumot akkor. Azzal indítunk. Nem akarok nyílt terepen páncerkáinekre és flekekkel harcolni, miközben innen özönlenek ki az emberek. Egy gránát ide, a fickó leesik és berobb... de valószínűleg itt lesz az ellenség az ágyoknál. Levegőbe küldjük a lépcsőt, tehát nehezebben jönnek le. Meg berobbantjuk az ágyakat és valaki mással beratálunk. Ez egy jó tervnek hangzik.
Oké. I am not hit. Shit. I am not safe. Mestervét kiszúrta Axelt. Legalábbis remélem, hogy nem egy lopakodó Panzerkleine. Oké, csak céloz rá egyelőre. Szerintem ígülően meg tudjuk zavarni egy kicsit a koncentrációját. Úgy hallom, hogy az embert fejből vik, az zavarja a koncentrációt. Eagle! 20 rész először mellé lőttél. Mit csinálsz? Ezen létfontosságú pillanatban. Axeltűz. Oh! Ez is zavarja a koncentrációt. Reggie? I am young. I have much to. Kezdj el fölmenni a sziklafalon. Simán. Miért ne? Végülis te vagy a Reginátor. Gori, gyere fel és nézd meg, hogy Regi szarba van-e. Mert kiszúrták. És nem tudom, hogy van itt fönn valaki más. Aki úgy látom, hogy nincsen ki más, csak a mesterlövész az épületen. De ez azt jelenti, hogy tökire nem figyelnek. Gyere! More adversaries! Oké, tehát két-két ember van valószínűleg a flekeken. Maradj ott. Várd a további parancsokat. Hans? Nincs rád is esélyt, hogy eltalálta a szípsét. És van itt még két mesterlő. Az ott egy Panzerkleine hangár. És ott a fegyver, ami kell nekünk. Oké, megvan Eagle célpontja. Ez pedig szerintem egy pilóta. Oké, Hans sziklafalhoz. Töki, maradj. Reméljük, hogy az Ipsel nem tud rálőni Axelre. Ahogy elnézve az ellenség máshol nem igazán mozog. Lehet, hogy az emlékbe bele van programozva, hogy még nem vett észre mindenhol, de az is lehet, hogy csak kivár. Nem mozog ez, de sétálva járőrzik, szóval nem hallották meg Axel MG-jét. A mestervész pedig visszavonult a korláttól, nagyon okos. Oké, szerintem ezt épületet is úgy, hogy van a levegőbe kéne küldenünk, van itt elég robbanóanyag, ahogy elnézem meg, generátor, meg minden szar. Na. Axel, te még rá tudsz ülni arra az Ipsére. Jól nem találod. Eagle! Másodszor! Mi van veled? Nem ezért fizetlek? Na jó, nem fizetlek, de nem ezért. Kezdjünk el oda ülni. Keresztül a fenyőfán! Oh yeah! Hans, gyere föl erre a sziklára, és ne tovább. Oké, ott jó is lesz. Innen tűz alatt tudjuk tartani mind a tetőt, mind ezt a két szerencsétlent. Gori! Gyere ide! Na, ott nincs gránát, és nem tudod innen eltalálni. Innen már el tudnál találni, csak nincs elég épít. Oké, tűz! Szép! Ezt nem vártam volna, hogy sikerülni fog. Azt hittem, a játék csak szopat. Reggie! Nem hagytam az inventoriába a helyet a Panzerfaustnak, megint dobálnunk kell, remek. Na jó, úgyis következő körben hatolunk be dinamikusan. Hans, te maradsz ott és figyeled, hogy ezek milyen közel jönnek. Ha túl közel, akkor belejük lesz egy sorozatot. Ez a ház talán jó fedezék lehetne a Panzerfaustok ellen, hogy csak erről az oldalról robbantjuk be. Panzerfaustok, Panzerkleinek. Oké, úgy látom ezeknek ráesett, hogy valami nincs rendjén. Lehet, hogy azok alapján, nagy fekete lövedékjukok alapján. Még egy töki hagyott a hóban. Valahogy el kéne foglalnunk majd a flekeket. Hogyha nincsen kis Panzerkleinek, tűz alatt tudják tartani ezt a rohadt nagy épületet úgy, ahogy van.
Toki. Gyere ki a fa mellől. More adversaries! Oké, három ellenséget is látunk. Egy csózatot kérünk oda. Szép. Fate is our friend. Axel. Ja, Herr. Nem, Herr. Oké, hogy elnézem, Axel nem tudja innen belőni őket, ja, szóval... Herr. Maradunk. Mitől nem tudja belőni a sziklafal? Ja, a sziklafal. Nem, már a sziklafalat sem tudja eltalálni valamitől. Akkor a fák... fenyőlombok teszik. Eagle. Onnan az Y-nél páncersrek van. Ezt már látok, hogy mit csinál egy páncer Faust az emberekkel, hogyha... kapnak egy teátot, szóval... Na, Reggie. Egy ilyen gránátod van, szóval gyere. Hova lettél? A fába. Itt az idő a dinamikus beatalásra. You put on quite a show. Ez az épület üres. Na jó. Ugye nem üres, akkor akárki van benne, most kijön. Gary, mekkora esélye van annak, hogy eltalad az RPD-vel? 4% az kevés. Ezzel 28, kicsit több. De nem elég. Axel marad. Hans. Tűz oda. Szép. Reggie meg van előszered. Fegyver az, amit éppen eldobattunk veled itt szembe. Oké, okay, következő kör. I am noticed. Shit. Kiszúrták Tökit. Hoppá! Az ott azt hiszem csak egy ember volt. Igen. It is a minor violation. Ezt hogy éltett túl? Ajaj! Ez a gépkarabélyok. Nem tudom, hogy éli. Death to our enemies! Töki, ezt hogy a büdös életbe csinálod? Ezek gépkarabélyokkal lőnek rád. Azok az gépkarabélyok, ugye? Igen. Ugyanolyan estéjék, mint a Mihálcnak van. Oké. Okay. Meg jó, hogy Tökinek is adtunk pár gránátot, mert most szükség lesz rájuk, máshogy ezt nem éli túl. Elcsinálatok elfutatunk és bevonzhatjuk őket Axelbe. Az egy bazuka. Nemzetközi rakétavetőik vannak, a rohadt életbe. Oké, okay, gránátot elő. Ez egy repesz, ugye? Igen, ez egy repesz gránát. Előre eddig. More adversaries! Mérnök. Oké, páncerkájnek vannak abban a hangárban, ez biztos. És nem fogom engedni, hogy kijöjjenek onnan. Töki gránátot előre. They are numerous, but we are determined. Jó. Medic! 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 Szép! Az egy gránát? Az egy gránát. Oh, kifogyott legutóbb a tár, elő a pisztolyt. 44 HP-t tudunk-e vinni egy pisztolyjal, két lövésből. Nem hinném. Hogyha eltaláljuk a másodikkal. Szép! És van két új gépharabélyunk. Na. Gary. Változ gyilkos fenyőfává. Vedd elő a gránátod. Igen. Nem. És kérünk. Igen. Egyet ide. Hárman voltak. Confident. It feels like nothing can go wrong. Ne mondj ilyeneket. Sem olyanokat, hogy nothing. Három A-val. Semmi ilyeneked, mert ennek mindig rossz vége van. Mindenkor valaki megkérdezi egy horrorfilmbe, hogy, ugye mi történhet. Reggie, gyere és tisztíts ki ezt a házat. Aztán vegyél fel a pozíciót a tetején. Oké, okay, Axel szintet lépett. Adunk neki egy...
Ilyet. Gyere erre. When you work hard, you get the better. Most így ezt a 2-3 szerencsétlent ott elintéztük, Hanzalinivel fölmászunk. I notice improvement. És fedezzük Garit. Eagle. Kapsz egy... Ilyet, ez jó. Igen, csökkenti az AP költségét a lövésnek. És gyere föl! Simán fölmászod egy emeletet. Hogy nem gondoltam erre, a sziklafalon is mászva megy, oké. És reméljük, hogy ez a rohadt mérnök nem éri el a fleket. I am humbled by my achievements. Az isét a tetőről ki kell nyírnunk, aki a lézerágyúban. They are numerous, but we are determined. Oké, hogy elnézem, pisztolyjal lőnek ránk a mérnökök, ez nem gond. Ezekkel elbírunk. Az a baj egyébként, hogy nehéz gránátok szoktak lenni. Általában mindegyiknél egy van. Reméljük, hogy másik emeleten sincs senki, mert különben égő szarba lesz. Szerintem kijött volna, hogyha ott lenne üzdén szólva. Azért... Az egy páncers... Az egy páncersek. Hogy kerültél te ide? Ezek a stalker ruhák működnek. Így, hogy ez a... Ráadásul hóban. Gary, egy lövést. Maybe I should shoot myself. Az a páncersekkel simán. Have to reload. Francba. Axel, menj meg a napot. Ez nem jött össze. Reggie. Te benn vagy abban a rohadt épületben. Oké, nézzünk be ebbe a... Ez egy WC akar lenni? WC-be. Nem, ez egy zuhanyzó. Ich verstehe. Koncentrációs terem. Töki! Ki tudod végezni? Nem, francba. Eagle. Ott megállsz. Ez az Eagle le tud adni egy lövést. Talált. Döki. Van még egy mesterlövészünk. Remek. Márig nekik. Márig nekünk remek és nekik van. Oké, okay, szép, ezt kivégeztük. Reméljük, hogy a mérnökünk nem szedik fel a fegyverzetét. Tölts újra. És földre. Azt tudod, mennyien vannak ezek. Hans, gyerünk, fuss a flag felé. Van is benne valaki? Rossz stalkerek. Még egy mesterlövész. Sétel, nem számítottam. Reméljük, hogy nem mászik le onnan, akkor Eagle-el kivégezzük. Meg jó, hogy odaadtam neki azt a hangtompítós géppisztolyt. Oké, tök itt, meg jó, hogy levágtam a földre, így nem találják el. Azt hiszem, ez itt még lejt. Ja, pont lejt még. Barom jó helyen van. Mondjuk az egyik lövedék lábán keresztül csatant a földbe, és nem damage-ölt, tehát... Töki fizika. Na! Eagle, merre jársz? Itt. Pattanj! Gyere ide. Ja, mász fel a másodikra már. Igen, mondtam. Reggie. Reginald. Ki tudod vége? Nem. Menj közelebb. Tűz. I am young. I have much to learn. Acélplafon, számítottam volna rá. Axel. Lövés oda. Nem jött össze. Gary. Nem tudod használni a fleket. Miért nem tudod használni a fleket? Tudod használni a fleket. Interrupt volt, vagy mi? Be a... Gary. Na.
Először... nem tudjuk el... ezek nem forgathatók? Ne! Ezek nem forgathatók. Shit. Kifele. Felezé nem, még elmennek. Lövést oda! Nem jött össze. Hans ide. Just when you think it is over. Tűz oda. I took a chance. It worked out good. Töki. Perseverance is key to success. Ajjaj. Jó, az jól előtt garibába között. Nem működik ez a fedezék dolog. Az összes golyó, mi elmegy gari mellett, belecsapódik. Reggie-vel talán nem tudjuk lőni a padot, és akkor nem kell ígőle rambózni, nem arra van kitalálva. Na, megijedtem a rohadt a lézerágyúval. Szerencsére pont megfogta a garázs ajtó. A betonplafonon átment, amiről lepattantak Reggie lövedékei. Talán ezen a pályán még akkor nincsenek páncerkrájnek. Perseverance is key to success. Trondba, ez egy okos civilet közel ment, miután elkezdett lövöldözni a pisztolyjal. Ez nem. Oké, okay, Gary elneózta az összes lövedéket szerencsére. I hope they take prisoners. Ez a válasz kérdésedre? Will be more honorable. Igor, be tudsz nézni abba a szobába? Vikonam. Be. Akkor először kérlek arra, nem akarok több meglepetést. Semmi, semmi. Kifele. Benézz ebbe abba a szobába. Reggie! Egy teljes rozadót kérnék erre az ipsére. Ahó, eltaláltuk. Aztán meg is halad, mert eddig tartanék modellezi a fizika, ami történt. Mit adjunk neked? Jobb gránátidőzítés, géppisztolyok, hát ez. Igen, Reggie meg a géppisztolyok. Ez jó lesz, akármilyen pózból tud dobni. Jól. Axel! Köszönjük! Gary! Mit adjunk neked? Ez jó. Mint ezt már kifejeztetem volna nála. Na mindegy. Tűz a bódéra. Lebontjuk a tornyot alul, ahogy tudjuk. Úgyhogy nem tudjuk. Ja, hogy nem mennek el addig a lövedékek, ez jó lenne, ha mondaná a játék. És azt mondaná, hogy 0% esélyed van a találatra, mert az arra enged következtetni, hogy fenyőfó van előttünk. Gyorsabb, rövid sorozatok, ez jó. Ez a gépkarabélyhoz megy is. Oké, okay, mikre lesz tudunk lőni ezen az ágyon? Nem látszik, hogy mennyi fogjat ejtettem eddig is? I have suffered a superficial injury. Remek, töki vérzik. Az is egy mérnök? Igen, remek, oké. Okay. Menj nyugodtan, nincsen páncerkrájaik, akkor már itt lennének. Pedig úgy emlékeztem, ez az első küldetés, ahol vannak. More adversaries! Gyűlnek a rohadékok. Lehet, hogy ettől azt a hangárt még fel kéne robbantanunk. Egyrészt lehet, hogy vannak, másrészt meg ennyi robbanó hordónak ki tudna mondani. A rohadt! Oké, fel kell robbantanunk ezt az épületet, elfelejtettem, hogy a tetején van az ipse a lézerágyúval. Majd kiszedjük a romok közül a fegyvert. És feljövünk kígüllel, megnézzük, hogy az ipse halott-e, hogyha nem, akkor Reggie-vel besegítünk. Aztán megyünk és robbantunk. Ó, oh, halottám, oké. Okay. Eagle, egy golyód van, és nem tudsz előni vele a célpontig. Megvan Mr. Lézrágyú. Oké, okay, gyere ki eddig. Tölts újra. És készíts elő egy mesterlövész lövést arra az ipsére. Minden pontot bele. Oké, okay, ebbe a körben nem robbantunk. Gary, tűz ipsére.
that enemy will no longer be a serious threat. Oh. Töki, szabad napot kapsz. Tanulj meg fúdni az életedért, és rohamozz meg a mesterlövészt. Nem, lentről, fedezékből. Interrupt! I have suffered a superficial injury. Perseverance is key to success. Oké. Akkor kötözd be magad először, mert el fogsz nekem vérezni, mire felérsz a gránátoddal. Axel? Ennyi csoda lövészet elég volt tőle, gyerünk fölfele. Ja, Herr. I will survive this onslaught to be a hero. Hoppá! Van ezen a pályán páncerkály, nem is egy? Oh yeah! Hölgyeim és uraim, ez egy páncerkály. Dupla Gatling ágyúval. Csak el kell dobni a fegyvereit. Ami nem fér be az inventory-be, az ilyenkor megy ki az ablakon. Na mindegy, majd felszedjük őket. I do not expect to live much longer without medical attention. Axel nem találják el. Hogyha kilőjük Eagle-t a következő körben a tetőről, akkor senki nem tud veszélyt jelenteni a páncerkrányjainkra. Szerintem Axel kapja a másikat. Sőt, lehet, hogy kizadjuk belőle Reggie-t és beküldjük Garit. Mert Reggie a grátjaival tud effektív lenni páncerkrányán kívül is. Nem hiszem el, hogy az Emmy nem használta ezeket. De ez lehet, hogy azt jelenti, hogy több is lesz a pályán. Már se tetszik, hogy Mr. Laser ágyú nem a páncerkrányra lő, ami elszabadult, hanem szerencsétlen szanitécre. Még egy ipse laser ágyúval, ez veszélyes lesz. Oké. Eagle. Minden pontot a lövésbe, amit tudsz. Egy találat. Céloz újra. Reggie, pattanj ki. Szedd fel a fegyvereid. Futva szedd fel a fegyvereid. Na. Aztán nyomás erre. Bokrok? Nem bokrok. Hans. Tűz. It's a bad time. He is dead. Ezt még nem hallottam, és ez egy helyes kijelentés. Axel! Te beférsz inventoridba? Nem igazán. Na jó, majd összeadjuk a karabélyot, fuss a páncerkrájnethez. Now I can serve the fatherland even better. Garit, te szállsz, hogy nem férsz be az RPD-del meg a puskáddal. Közel van, közel van. Dobd azt a pisztolyt. Úgy sem használtad soha a büdös életbe. Aztán a következő küldetésre kiírszedem, és te is fuss a páncerkrájnethez. Nem, fuss a páncerkrájnethez. Nem igaz, hogy nem hangfelismerő. Another katono! I was not expecting this. Hát erre én sem számított a egy mesterlövész. I require medical attention, urgently. Töké, éppen orvosiak figyelsz magadra. Még egy? Hányan vannak ezek a rohadékok? Begin battle! Kelleni fognak ezek a páncerkrájnek. Ez majd egy gépkorabély. Lehet, hogy nem kell felrobbantunk a hangárat, mert minden rohadék kijön, mire odaérnénk. Ez a nagy hatótávolságú pisztolyjal. Na! Gari, be a páncerkrájnbe, fordulj! Egy sorozatot kérnék azokra a hordókra. Oh yeah! Na! Ez egy kupac hordó volt, van még egy pár. Axel! Be a másik páncerkrájnbe. Ha nem vérzel el közben. Oké, te fogsz célozni arra a mesterlövészre. Reggie?
shit. Páncerfoxot elő, nem tudsz előni addig. És igen, ez még mindig egy páncerság, tudom. Oké, nem találtuk el. Hanzának fogy előszere. Oké, tölts újra. És egy teljes húzatot a létrágyusra. Hozzám jött össze, Gary. Ejj. Ja, mert fordulni kell, az ugye pontba kerül bőven. Oké, okay, tűz a plafonon lévő manusra. It was time. Max, lebontjuk egy kicsit az épületet. Megpörköljük a talpát. Égülnek fogy a lőszere. Ja, mert ezek a lövedékek nem jók a puskába, a fenébe, ezt el is felejtettem. Vagy? Mi a... Miért nem tudom meg... Égül itt, Katti. Mi a büdö? Ja, azért nem tud, mert benne van a sniper módba. Oké. Okay. Tűz. Mördvi. Nem tudom ki az, de köszönd meg neki, ez egy baromi szép lövés volt. Oké, okay, egy golyó még belefér ebbe az ipsébe. Oké. Okay. Nem mondunk semmit, töki. Töki meg köti magát. I do not expect to live much longer without medical attention. Okay, tehát még egy lézerágyú voltunk a pályán. Én nem gondoljuk, hogy lesz még valószínűleg 2-3, hogyha eddig is ennyi volt. Bár ez már vagy a negyedik, szóval lehetséges, hogy ennyi. De... Á, ne bízzunk benne. Készüljünk a legrosszabbra. Axel, tűz! Aha! Ilyen géppuska egy páncerfejnen. Tetszik, hogy utólag rájött, hogy meghalt. Hans? Yes, I have disabled them. Szép. Még egy ilyet. Fogjuk rá. Reggie. A havat levertük. A hót, igen, levertük a hót. Gary. Mesleg ezzel sajnos nem tudunk teljes sorozatot lőni. Eagle. Egy baromi jó célzott lövéskérnek az egyetlen ipsére, aki veszélyt jelent, Gary-a. Még mozog. Nagyon örülnék neki. Yes, Captain. Ez ipsi aztán még mindig veszélyt jelent, szóval tokivel rámegyünk. Mi a... Nem ezt nyomtam. Spotted one! Ó, tokit kiszúrták remek. Vagy eddig se volt elrejtőzve, Franz se tudja. Hány gránátod van? Még egy. És azt el tudod dobni a toronyig? Mert a másikban nem vagyok biztos, hogy gurul-e miután leérkezik. Oké, el tudja dobni addig. A toronynak nem tudja dobni, remek. Mein Gott! I've been hit! Már nagyon sok ideje, Reggie. Menj, Axel. Ez egy small wound. It can be bandaged quickly. Oké, ezt lépsét is ki kell végeznünk. A másik érzik, mint a fene. Ó, oh, van itt bőven egy intel, ahogy elnézem, az ott pont kilóg a szépből. Hans. Oké, okay, most egyet oda. Még egyet oda. Meg még egyet oda. Szép! I took a chance. It worked out good. És... Blub, 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 gurul a lézerágyú. Bum! I smell death. Mine. Már megint haláloknál szagol. Oké, okay, újra töltünk. Taki föl ide. Elő a nagyobb gránátot. Dobd meg a tornyot. Szép! Ouch! Ez már Kínából lóbálja a lábát. Oké, okay, Gary. Rohamra! I notice improvement.
Páncélkönyvnek egyetlen hátránya. Now I can serve the fatherland even okay, better. Nem, megáll, Gori, ki? Axel, ki? I get better ide? With each war. Gori, kötözd össze Axel, miért még elvérzik nekem itt a páncélkönyvével együtt. It will be big surprise. Ellenség. Nagyon meglepődött, amikor meglátod minket a páncélkönyveikkel. Eagle. Egy lövést. Pokrok. Szép. Előttük a kezét. Hans. Nem lett volna egyszerűbb lépni egyet oldalra, és akkor nem kell elkúszni alatta, és nem a cinkeráptor az ellenségnek. Na mindegy. Úgyse. Még azt sem tudom, hogy kire lő egyébként, tehát... Azt hiszem Gary próbálja célozni. Sikertelenül. Soldier in this city. Take cover. There are more. Jó. Vissza a páncélkönyvbe. Nem szeretnénk pozolni a töltény, de küldjünk még egy kis kriptonitot a csípőjébe. Reggie. In order. I have labored for my skills. Jó, Axel, vissza a páncélkönyvbe, nem akarom, hogy eltaláljon a rohadék. Gyere erre egy körig. Ja, Herr. Töki, kötözd magad tovább, eléggé elbaszott állapotban vagy. Nem tudja gyógyítani magát már, oké. Akkor a szokásos bújjál és gyerünk. É, oké. Nézz vissza az első sorba, azt szerint robbantjuk be a falat. Berinta a kerítést. Csak nincs rátunk. Akkor nem robbantjuk be itt a kerítést, akivel. Ó, itt is lesz egy mestervész ebben a toronyban. Még jó, hogy nem futottam el addig. Oké, majd erről bejövünk akkor. Mein Gott, I've been hit. Nyugi csak, vérzel. When you work hard, you get the better. Na, hogy te is eszméletlenre vérez magad, mint a zipse. Két pályával ezelőtt. Na! Töki eled... Panzerklein! Tudtam, hogy nem szabad hagyni, hogy elbasszon rohadék. Reggie, bújj el földre! Hans? Próbáld meg, hogy el tudod találni a pilótát. Nem, esélytelen. Földre. Gary, várj interáltra, bújj el! Egyébként igen, a páncélkönyveknek így bújnak el. Lazán tolják, mi? Ja, Herr. Na, egyébként igen, van egy ilyen Power Rangers beállásuk is. Töki. Életed legfontosabb feladata vár rád. Kap fel a lézerágyút. Kap fel hozzá egy tárat. I have noticed adversary. With an aura of weakness. És egy nagyon pontos vagy, és nincs egy gépid, oké? Highly improbable. Ott, gyere ide. Úgy. Mindenki fedezékben van? Eagle nem, de őt úgyse tudják lőni. Pontosabban nem fogja eltalálni abból a távból. Azt hiszem lézrágyús páncélkönyv volt, szóval. Egy lövés elég lesz. Nem jött össze, ez van. My God, I've been hit. Az egy nagyon nagy meglepetés az, hogyha Töki elég kicsit állsz most. Hans, kapod egy interruptot, köszi. Ez egy gránátvedős Panzerklein. Shit. Oké, ezzel vigyázni kell. Játékos, ez a legveszélyesebb. De én nagyon örülnék neki, hogyha el tudnánk vinni. Töki. Ez volt elég szabad. Urgent situation. My weapon is not ready. Okay. Hey, Ben Hoyt. Katono. Onnan már nem tudsz lőni. Confident of my victory. Nem baj, googolj le és majd a következő körben onnan lősz. Eagle. Egy lövést. Shit. We all make shots like that sometimes. Egyébként egyszer, hogyha jól emlékszem, ki tudtam lőni egy páncélkönyvet egy mesterlövésszel.
Akkor jól emlékszem, a szövetségesektől a remek Zineida lőtte ki. Ő az egyetlen ok, amiért sajnálom, hogy nem szövetségesekkel vagyok. Neki vannak a legjobb sorai az egész játékban. Hans, te jól leszel otthon, adj a fedezékedben. Hogyha esetleg közelebb jön Zürge a pisztolyával, akkor rá tudsz lőni. Mein Gott! I've been hit! Bravo, I am hit. Na! Gary! Ne hagyj cserben! Szép! Oké, most ki kell nyernünk ezt a mérnököt, nehogy beleugorjon. Ez már halott. Elvérzett. Oh shit, ezt el kell foglalnunk. Nincs most, ezt el kell foglalnunk. Itt van izé, hogy is hívják? Orlov. Róla aztán már olvastunk valamelyik felderítésben. Oké, töki. Elbújni. Már úgy sincs épp időni. Gary, mennyi lövedéked van? 2. Látok-e valahol ezét ezen kívül? Nem igazán. Az kell egyébként bele, az a lőszere. Igen. Nem. Oké, Eagle maradsz, hát ha interáltat kapsz, Reggie maradsz. Mert azt nem akarom szétcseszni egy páncesekkel, Hans maradsz fedezékben. Bújjál. Mein Gott! I've been hit! Oké, észrevették Garit. Hey, you! Ash! In the Bilford Panzerkleins! You're in the bad place. At the wrong time. Ezt nem is szokás mondani. Yeah, well, just show your face and you'll be mine. Over. Oké, nem tudom, hogy kifenyegetett kit pontosan, de... Nem is számít. Oké. Töki. Egy százalékot csak akarok kockáztatni igazából ezeken, de hogyha onnan lövök egy ilyen nagyon célzott lövést, akkor Töki nem tud meglépni utána. Igen. Gary előre. Van ott még bőven erőcella. Egy lövést. Shit, rosszat nyomtam. I am vulnerable. I will require more ammunition. Oh. Eagle. Oké, ez esélytelen volt. Hans. Pattanj föl és mondd el a figyelmét. Teleget pattintunk a páncélján, akkor... Lehetséges, hogy inkább ránk kell szélozni, mint Tökire. Axel, menetelj tovább. I am not hidden. I am not safe. Axel, kiszúrtak. It was time. Reggie. Hol van a másik ilyen zöld ágyú? Ott. Megmondj, hova futsz. I'm bleeding. I do not expect to live much longer without medical attention. Igen, ez egy gránátvetős Panzerkleid. És Töki kapott egyet a képébe. És azt hiszem az összes fegyvere felrobbant, remek. Ezért küldtem el Reggie-t a másikért. Lehet, hogy nem Reggie a legjobb. Hans! Neked nem kell kidobnod egy páncerstrekket, ami az utolsó esélyünk, hogyha ez nem jön be. Kap föl! Egy lövésed van. Reggie földre. Itt egyelőre fedezékben vagyunk. Ott van Töki ágyúja és csak túl közel van ugye az ellenséghez. Gary! Szép! Cobra 11, do you read me? Komolyan, Cobra 11? Cobra 11, do you read me? Oké, Cobra 11. Jó. Initiate destruction. This facility cannot fall into the hands of the enemy. Clear facility, I repeat. Nem robbantjuk föl egy esítményt. Oké. Spring módot bekapcsolni, Gary. Mi az, hogy... Oda. Igen. Oké, most felszedünk mindent, amit csak tudunk. Nem tudom, hogy az ott mi, de felszedjük. Oh shit, hogyha az épület fel van, akkor ott van, felrobban, akkor ott van mellette Töki. Reggie, hozd ki Tökit.
It was only a question of a time. Oké, felkapni azt. Iván, nem tudtuk véghez vinni a cserét, ahogy terveztük. Tervezetlen akadály, gondolom én. A prototípus készen áll. El kell intézni ezt a dolgot. Nagy a rizikó, és megint ez a Helena írta. Ha jól emlékszem, Helena volt. Na kap föl takit! Gari, kap föl azt ott, akármi is az. Egy napló. Több terv rakétákról. Oké. Lebegyev még nem tudja kimutatni az űrbe a rakétáját? Ajjaj, feltalálták a Kerbal Space programot. Innen már csak idő kérdés, hogy mikor jönnek le, hogy egy Asparagus rendszerrel minden megoldódhat. Na, Gari! Dobd ki az ipsét! Patanypáncárságba, gyere! Helyben hajts! Regi! Gyere! Hans? Várj, Hans! Katony is hozza a szípsét ott. I'm bleeding. Mondom, pattanj először. Hozd ki a szípsét. I am young. I have much to learn. Oké, okay, hogy elnézem a széfet levegőbe küldjük, szerintem az volt az a napló, amit felszedtünk. Francba. Nem tudom, hogy komoly időkérdése, hogy időkérdése-e, hogy felrobban a hely, vagy csak játékszopat. Now I can serve the fatherland. Gori, pattanj ki. Vedd elő a kötszert. Ragd össze Regit. Axelt. De futva. Na. Most nézzünk szembe azzal a nagy dilemmával, hogy három emberünket kéne berakni a páncerkájnekbe, de két embert vinni kéne. És ez így nem jön a Oh. Még egy páncerkönyvben volt? Elég lesz az, amit, amit összeszedtünk. Mindjárt nézzük a romokat, hogy mi az, ami leesik. Ebbe szerintem mindenki belehal más. The fuck? Ezt ugye nem mondod. Ezt komolyan mondja. Kezdtem előről az egészet, mert nem mentem el a területről, gondolom. Tudtam, hogy mentenem kellett volna. Miért nem mentettem? Na jó, szerintem ezt a küldetést lejátszom még egyszer látatlanban, mert ez rohadt sokáig tart. Na de! Ez volt én már a Matvarna. Ez volt már a Let's Play Silent Storm. Szerintem 31-ig ez lesz utolsó videó, úgyhogy boldog új évet mindenkinek. És találkozunk a legközelebb valamikor, amint mondtam, ünnepek vannak, meg hasonlók, szóval nem tudom, hogy mikor tudok felvenni. Ezután a küldetés után. Addig is a viszontlátásra!